Három Xerox nyomtató van előttem, egy multifunkciós, egy szilárdtintás és egy fekete-fehér lézernyomtató. Ezeknél a nyomtatóknál is, főleg a szilárdtintásnál jelentős mértékben oda kell figyelni az eredeti gyári tonerek használatára. A leragasztott doboz, illetve a hologramos matrica jelzi az eredetiségét, erre minden esetben figyeljünk oda. A multifunkciós nyomtató már egy álló fénymásolóknak a működését vagy mechanikai elhelyezését idézi, ezért itt már például nem is tudunk hozzáférni a forró égetőműhöz, miközben tonert cserélünk. Már az Oki nyomtatóknál bemutattam a tonercserét, de ezek Xerox nyomtatók. Egy kicsit másképp néz ki maga a toner, másképp néz ki a tonercsere. A multifunkcióson mutatnám, mert az a jelentősebben eltérő. Itt is ugyanúgy egy látható nyitógombunk van. Különböző színjelzésekkel szokták jelölni, hogy melyik kallantyú, de a nyomtató belső felén ez fel is van tüntetve, hogy mikor mit kell meghúzni ahhoz, hogy ki tudjuk cserélni a tonerünket. Ez így oldalra kihúzható, és ez az egység így egyben cserélhető. Ezzel a kattanásig vissza. Egyik kallantyú, másik kallantyú szépen rendben, akkor visszafelé visszazárjuk. A szilárdtintás nyomtató már jobban hasonlít a lézernyomtatók cseréjére. Annyi a különbség, hogy itt nincs egy nagy műanyag ház, amit aztán végül ki kell dobnunk, vagy megfelelő helyet kell keresnünk a tárolására, hanem kis műgyanta kockáink vannak. Ezeket a gyanta kockákat tulajdonképpen csak be kell ejtenünk a adott lukba. Egy-egy ilyen dobozban van egy-egy adagfestékünk, és ezeket a műgyanta kockákat folyamatosan is úgy képzik ki, hogy másik helyre ne is tudjuk betenni. Majd ezek után visszazárjuk, és a nyomtató használatra kész.